büfé, és ott is sörpadok, sörasztalokkal. Új helyszínen a Kanizsa Plázában rendezik meg az Országos Farsangi Fánk Fesztivált, amely idén már kétnapos lesz. Február 24-e lesz az első nap, Erzsébet téről indul a program, Nagykanizsa megyei jogú város önkormányzatával közösen szervezzük az első napot. Úgy gondoltuk, hogy a fiataloké lesz ez a nap, fiataloké, nagycsaládosoké, ifjúságé, bennük gondolkodunk, számukra szervezünk remélhetően nagyon érdekes programokat. Természetesen nem hiányozhat a fánkostolás sem, vetélkedők, mivos kulturális program, és az Éró zenekarral zárul az első nap. A rendezvény a második napon a hagyományoknak megfelelően folytatódik. Az Erzsébet térről karneváli hangulatú, maszkás felvonulás indul a fesztivál helyszínére. Nekünk ez egy nagyon jó csapatépítés. Tavaly csaknem 30 csapat döntött úgy, hogy fánk különlegességeit a fesztivál zsűri előtt is megméretteti. Még a határon túlról is érkeztek résztvevők. Az idei rendezvényre február 17-ig jelentkezhetnek a vállalkozó kedvűek. Az idősi tanács részéről ezért fordultunk mi az idősi klubokhoz, azok tagjaihoz, illetve Nagykanizsa város szenior lakosságához, hogy minél többen vegyenek részt a 9. Farsangi Fánk Fesztiválon, minél többen nevezzenek be, és hát valóban szeretnénk azt, hogy Nagykanizsa lenne a legjobb fánkok városa, és nem csak a legszebb kertek városa. Profi és amatőr fánksütők egyaránt nevezhetnek hozott, helyben készített, hagyományos, különleges és speciális táplálkozási igényt kielégítő fánkokkal. A jelentkezési lap egyebek mellett a Voke Kodány Zoltán művelődési ház honlapjáról is letölthető.